Ebben a videóban Hunyadi Mátyásról lesz szó. Gyanítom, hogy mindannyiótok találkozott már Mátyással, vagy Mátyás király nevével. Ha máshol nem, akkor a mesékből csenkhet ismerősen az ő neve, és a ráragasztott jelző is, Mátyás az igazságos. Az ábrázolását is valamennyien ismeritek Mátyás királynak. Megpróbálom egy kicsit kiegészíteni a már eddig megszerzett tudásotokat az uralkodóval kapcsolatban. Szó esik majd Mátyásnak a Reneszánsz udvaráról is, a Reneszánsz udvarhoz kötődő kódexről, és természetesen a fiúkat érdeklő fekete seregről is szó lesz. Ami Mátyás belpolitikáját, jellemzi. Ahhoz, hogy belpolitikálni tudjon, ahhoz uralkodnia kell. Meghalt 5. László, és ezek után a magyar urak, a főurak és a főpapok mindannyian szinte teljes összhangban egyetértésben Hunyadi János a nagy törökverő fiát, Mátyás szeretnék Magyarország trónjára ültetni, Mátyás ekkor mindösszesen 15 éves. 1458-ban kerül Magyarország trónjára, és 1490-ig uralkodik. Nézzük meg, elsődleges dolga nem más, mint a, a, belső béke megteremtése. Azért volt egy kicsit zilált ebben az időszakban a Magyarország belső élete, mert hogy egy felkapaszkodott, feltörekvő rend a bárók uralták, Ezeket a bárókat próbálja meg Mátyás, hol cselel, hol fortéjal, hol kellő diplomáciai érzékkel megnyerni magának, akit megnyerni nem tud, az pedig nemes egyszerűséggel legyőzi, megteremtve így a belső békét. A gazdasági rend helyreállítása, illetve a gazdasági élet felpesdítésére Mátyás is megadóztatja a népet, azt mondhatjuk róla tulajdonképpen, hogy a régi adókat bújtatta talán új köntösbe. Nézzük meg, milyen adófajtákat vezet be, illetve kicsit alakít át. Az első a rendkívüli hadiadó, amit beszed, ez eddig nem volt, ezt most évente ö, szedik, és meglehetősen busás hasznot hoz Mátyás, illetve az ország konyhájára. A koronavám egy már ismert adó, hiszen Károly Róbert bevezette a 30-ad vámot, ugye amikor a kereskedők ö, Árujuknak 30-adát, illetve árujuk értékének 30-adát a kincstárba kellett, hogy fizessék. Ez tulajdonképpen ugyanaz a vámfajta, csak koronavám néven írta be magát Mátyás gazdasági intézkedései közé. És a füstadó is ismerősen csenghet, hiszen ez pedig a kapuadóval mutat uh, rokonságot. Ugye Károly Róbertnél jobbágy telkenként szedték a kapuadót. Itt viszont Mátyás nagyon fifikással most azt találta ki, hogy ezt is jobbágy telekre mérik a füstadót, csak hogy azt mondták, hogy uh, Jobbágy telkenként kapu csak egy van, füst és kémény azonban több, mert hogy egy jobbágy telken több ház is lehet, és így a házakat adóztatta meg. Ezt jelenti a füstadó. Fontos uh, megemlíteni Mátyás kapcsán a jobbágyok szabad költözését. Nem volt már olyan erős a röghöz kötöttség, el lehetett hagyni a jobbágy telket szabadon. Ez tulajdonképpen egyet jelentett azzal, hogy a jobbágyok felemelkedhettek, gazdaságilag egy kicsit megerősödhettek, és uh, új földeket kezdtek el megművelni. Így kialakult egy újfajta réteg, ugyanis a jobbágynak már lehetett földterülete, ellenben a zsellérnek, aki a földet művelte, a saját földterületen nem rendelkezett, viszont a földművelésért művelésért fizetséget kapott. Tehát ez egy fontos tulajdonság, vagy egy különbség a jobbágy és a zsellér között. A belpolitikán kívül nyilván beszélnünk kell Mátyás külpolitikai intézkedéseiről is. A külpolitikáról azt kell tudnatok, hogy meglehetősen költségesen, illetve nagy költségekbe verve intézte ezt Mátyás, ugyanis létrehozott egy újfajta hadsereget, az úgynevezett fekete sereget, amit más néven zsoldos seregként is illik emlegetni. Azért hívjuk zsoldos seregnek, mert az ebben résztvevő, illetve ennek a tagjai, a katonák zsoldot, fizetséget kaptak katonai szolgálatukért, és Azért hívjuk fekete seregnek, mert ugye Hunyadi Mátyásnak a címer állata a holló. A sereg, amikor felvonult a, a pajzsukon a holló, messziről úgy hatott a sok katona vonulásával, hogy egy ilyen nagy fekete plecsniként vonul, hullámként morajlik, és ezért hívják fekete seregnek Mátyás seregét. Először 6000 fővel, majd később 20 ezer főre duzzadt ez a roppant ütőképes sereg. Amit tudnatok kell a külpolitikáról, hogy nem véletlenül ö, állított fel ekkora sereget Mátyás, hanem mert nagyon fontos külpolitikai céljai voltak. Ezen a térképen látjátok Hunyadi Mátyás hadjáratait. Például az elsődleges és talán legfontosabb külpolitikai cél a törökökkel szembeni védelem volt. Elsősorban nem támadó politikát folytatott, hanem védelemre rendezkedett be. Viszont amikor Erdélyre támadta török, akkor felvette velük szemben Mátyás a harcot, és itt meg is illik említeni, és tudni kell 1479-et, itt látjátok a kenyérmezei csatának a dátumát. Mátyásnak egy nagyon fontos vitéze, Kinizsi Pál híresült el ebben a csatában vitésségével. Ugye mindenki számára ismeretes, vagy ha nem, akkor feltétlenül nézzetek utána, hogy Kinizsi pár foga között és két hóna alatt is egy-egy elejtett törököt cipel. Fontos török elleni küzdelem szabács és jajca a védelme. Jajcát azonnal megkeresem, igen, itt a térképen. Tehát Jajcai és Szabács és a török elleni küzdelem egy fontos állomása. Külpolitikai célként meg kell említeni, hogy Mátyás szerette volna megszerezni a cseh királyi címet, ezért Morva országot és Sziléziát meghódította, viszont ezzel csak a cseh választó fejedelemségig Jutott. A leges, leges legfontosabb külpolitikai célja az az volt, hogy császárrá válhasson Zsigmond után, és ezért Bécset gondolta elfoglalni. Bécs ostroma is elfoglalása sikeres is volt, azonban Mátyás nem sokkal ezután meghalt, így a nagy álom, külpolitikai álom szerte foszlott. Amit érdemes tudni, hogy ezek a háborúk, amiket most végignéztünk, hadjáratok, legyen, az szó védekezés, vagy legyen a szó védekezésről vagy támadásról, és a fekete sereg fenntartása egyaránt borzasztóan sok pénzt emésztett föl. Ezért Mátyásnak voltak ellenlábasai is, talán a legismertebb szervezkedés Mátyás király ellen Vitéz János és Janusz Pannonius nevéhez köthető. Vitéz János tulajdonképpen Mátyás királynak a tanítója volt. Ennek dacára szervezkedett akkor már Esztergomi érsekként Janusz Panoniusszal a híres Reneszánsz költővel, aki Pécsi püspökként működött. Azonban az ellenállás vagy szervezkedés nem sikerült, sőt, Mátyás is meglehetősen engedékeny volt a két rebellissel szemben, komolyabban meg sem büntette őket. Amit még tudnunk kell Mátyásról és az ő politikájáról, hogy nagyon fontos, hogy az ő korában, vagy erre a korra tehető a reneszánsz kultúra virágzása Magyarországon. Talán azért is, mert uh... Hunyadi Mátyás második felesége Beatrix volt, aki egy itáliai királylány, és neki köszönhetjük tulajdonképpen a reneszánsz elterjedését a magyar királyi udvarban. A korszakban meglehetősen szépnek mondták, nem tudom, hogy ebből a dombor ti annak ítélitek el, minden esetre a szerelem nagy volt, Beatrix jött, és hozta magával ö, olasz udvar tartását is, így Magyarországon az olasz ö, orvosok, tudósok, ö, írók, költők meghonosították a reneszánsz kultúrát, Neki és az ő udvarának, a reneszánsz kultúrának kiemelkedő alakja például Galeotto Marcio és Bonfini, aki ugye Mátyás életrajz írója is volt. Ebben a korszakban élt és alkotott a híres magyar reneszánsz költő Janusz Pannonius is, és ami az egész reneszánsz udvart fémjelzi és az utókor számára kézzel foghatóvá teszi, azok nem mások, mint a korvinák, egy kódex gyűjtemény, ami Mátyás nevéhez fűződik. A reneszánsz kultúra nyomait hordozza az ide képként betett budai vár is a maga teljes pompájával. Nézzük gyorsan meg összefoglalóan, amit tehát Mátyásról tudni kell. Ötödik Lászlót követi a magyar trónon, 1458-tól 1490-ig uralkodik. A belpolitikai intézkedéseit az adók sora jellemzi, amivel a gazdaságot élénkíti föl, ugye ide a rendkívüli hadiadó, a kapuadó és a füstadó sorolható. Megjelenik egy új társadalmi réteg a jobbágyok költözködésénvel a zsellérek rétege. Külpolitikája meglehetősen sokszínű elsődleges cél a törökökkel szembeni védelem, védekezés, de a csehországi hódítása és Bécs elfoglalása egyaránt fontosak, a reneszánsz udvarról pedig már ne is beszéljünk.